Sziasztok, Mir Dávid vagyok, 14 éven néptáncos, és szeretném, hogyha velem tartanátok, hogy megnézzük, milyen egy szerdai szórakozóhely itt Pesten. Hát ez a buli nem úgy jött össze, hogy terveztük, de nem baj, mert szerencsére ismerek egy helyet, egy folkkocsmát, és megnézzük, hogy ott milyen a buli ilyenkor. Gyertek! Számomra a táncház és a folkkocsma közt a különbség legfőképpen a helyszínekben és a táncoktatás módjában, mert hogy úgy épül fel egy egész ilyen táncház, hogy van egy táncoktató páros, ők a tánctér hátuljában foglalnak helyet, maguk köré gyűjtve azokat az embereket, akik táncot szeretnének tanulni. Itt viszont a folkkocsmában itt nincs megfogadott táncoktató, nincsen intézményesített táncoktatás, hanem mindenki a maga szórakozására jön, és akár még az utca embere is, ha úgy gondolja, hogy szimpatikus neki ez a muzsika, akkor felpattan és eljárja magáét. Is it good? Your traditional music? Yes, yes. Is it the same or it's different? It's and do you like your own traditional music? Yeah. Oh, no, 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 no. Grazie mille, grazie. Tényleg szépen úgy találtam rá a helyre, hogy elindultam a körútnak az egyik és a másik oldalán, mindkét oldalát körbejártam, végig kérdeztem, hogy van-e élőzenére lehetőség, és végül is itt álltam meg, mert én itt lakom gyakorlatilag 200 méterre, úgyhogy ez volt a legideálisabb, mind megközelítés szempontjából, mind a táncosok szempontjából. Ugye itt nem csempént kell szétverni az embernek magát, hanem azért normális padlózat van. Meg hát itt ugye nem zavarunk senkit, itt lent vagyunk egy ilyen kvázi pincehelyiségben, ahol alig lehet felhallani a zenét, úgyhogy itt minden szempontból a lehetőségek adottak voltak. Hogy vége van a táncrendnek, beszéljünk arról egy picit, hogy az átlagembertől hogyan különbözik a néptáncos az ilyen folkkocsmákban. Itt van velem Walter, aki sokkal inkább prezentálja ezt. Ott van rajta a nagykarimájú kalap, az ing, a kirívó pásztorcsat, persze a kackiás bajszot ki ne hagyjuk, és mellette egy bőrtalpú cipő. Hogyha egy szóban jellemeznéd a folkkocsmát, mit jelent az neked? Feltöltődés. Barátság! Reggeli másnapos baletta. Barátok. Társaság. Újraértelmezett szabadság. Igazi életérzés. Nekem ez az egész az örömet jelenti. És nagyon szépen köszönöm, hogy ma velünk tartottatok. Remélem egyszer itt találkozunk. Szép estét!